Ezek a radiátorok most még nem adnak meleget, de nem sokára mindenhol elindul a fűtési szezon, ami komoly feltörést okoz majd nem csak a lakosság, hanem a települések vezetői számára is. Ugyanis a kormány döntése értelmében az önkormányzatok ezentúl csak piaci áron tudnak földgáz és villamos energiát venni. Kétjen a kultúrház, az orvosi rendelő, a régi tűzoltószertár, az óvoda és az önkormányzat épületében is földgázzal fűtenek. Na most az óvoda ö, gáz ö. Szerződése alapján, az a gázszerződés alapján a következő évben, következő évnek egy részéig még biztonságban van. Viszont a másik négy helyen, eddig egyetemes szolgáltatásban voltunk, és most átkerültünk a versenypiaciba, és a kormányzat megadta azt a lehetőséget. Ezen ö, fogyasztási helyekre, hogy egy úgynevezett végső menedékes státuszba kerülünk. Ami azt jelenti, hogy ennek a státusznak fix díja van, most ezen az áron kapja az önkormányzat a földgázt, ami jelen pillanatban még lényegesen olcsóbb, mint a versenypiaci ár, bár így is a négy és félszeresét fizetik, mint korábban. Most azokat, a, azokat az intézkedéseket próbáljuk meghozni, illetve úgy próbálunk ö, spórolni az óvodába, hogy azokat a termeket, amiket igazából nem kell használni, azokat nem használjuk, különféle amit eddig nem kellett, hogy most egyik teremben négyesen van a radiátor, a másikon ötösön vagy kettesen, azokra erre most sokkal jobban odafigyelünk. Több településen felmerült bizonyos nem létfontosságú épületek, mint például könyvtárak, sportcsarnokok, műveletési házak bezárása a fűtési időszakra, hogy így spóroljanak az energiadíjakkal. Kétjen egyelőre nincs ilyen szó, ami ki tudják gazdálkodni, addig minden intézmény zavartalanul működik tovább.